mi mindig a gyermekkoromról beszélgetünk, és hát tudom, régen volt, amikor én még kispánk voltam. Kész, kész, a férje elhagyta tényleg a házat, vége, ennyi. De most itt engem lekevertél? Na ne, most komoly? Te most engem tényleg lekevertél? Hát na megállj csak, na várjál csak. természetesen on air. Kukucs. sziasztok, újra itt vagyok, hogy ígértem. Hol is kezdjem? Ennek a videónak a témáját én már hosszú-hosszú hónapok előtt... Ez... Ennek a videónak a témáját én már hosszú-hosszú hónapokkal ezelőtt elterveztem. Aztán láttam egy-két kommentet, amit ezúton is köszönök, hogy pont egy Vivian Westwood parfüm iránt érdeklődtetek, vagy megjegyeztétek, hogy ti nagyon szeretitek ezt az illatot, ezt szépen már kikészítgettem, használtam, és hát itt vallom be, hogy az egyik legkedvesebb illat van budoár de aztán utána egy szomorú aktualitása is lett ennek a Vivienne Westwood Boudoir parfüm, hát most nem mondom a review-nak, mert azért ez egy, nem lesz egy annyira vérkomoly review, hogy én most egy teljes életrajzot elmondjak nektek Vivienne Westwood életéből, vagy az összes parfümét meg tudja mutatni nektek, de mégiscsak elindított bennem valamit az a tény, hogy december 29-én elhunyt a punk nagyasszonya Vivienne Westwood. Itt most nagyon sok dolog az eszembe jutott, Egyrészt, hogy a punk zenével kapcsolatosan nekem az első emlékeim, az az volt, hogy őrült kakas taréjjal a fejükön örjöngő fiatalok énekelték a, a God Save the ez volt a Sex Pistols, és én sose értettem, hogy, hogy itt most mi történik a színpadon. Aztán a Velencei tónál, aki járt már ott és nyaralt arra felé, talán emlékszik rá, hogy van egy picik kis híd, egy átjáró, ami elválaszt két partszakaszt. Az egyik oldalon volt egy nagyon híres diszkó, <laughs> aki járt ott érti, Arató diszkó. És a partszakasz alján ott ültek fiatalok, én pedig egész kicsi gyerek voltam, és azt láttam, hogy különböző hajfestékekkel dörzsölik a hajukat, valamit rákennek, és egyre magasabb, egyre taréjósabb az a frizura, és akkor összetettem magamban, hogy mint hogyha ilyet már láttam volna a tévében azok a bácsik, akik örjöngve énekelték, hogy God Save the Queen, és édesanyámik is megerősítettek abban, hogy igen, ők bizony pánkok, de egy olyan vidám, jókedvű társaság volt, és többször találkoztunk velük a nyaralásunk során, és olyan kedvesen mosolyogtak rám, úgyhogy úgy döntöttem, hogy hát én ha nem is külsőleg, de azért a lelkem egyik, picike szegmense, akkor pánk lesz, hiszen ők nagyon vidám és jókedvű fiatalok. De mit is jelent a punk? Nyilván a punk stílus egyfajta ö, rebellió, a, a mindenkori hatalommal való szembehelyezkedés, az anarchia, de itt is több szegmense lehetett, ahogy én olvasgattam a punk kultúráról, tehát nem arról szólt, hogy az összes punk minden fontos szabályt, vagy minden olyan ö, Állami hatalmat meg akart dönteni, egészen egyszerűen szabadok szerettek volna lenni, és a zenével, a, a szókimondó dalszövegekkel szerették volna ö, kifejezésre juttatni, hogyha esetleg nem tetszett nekik valami az életükben, a szociális rendszerrel, vagy azzal a háttérrel, a, azzal a hálóval, a szociális hálóval kapcsolatban, amelyben ők felnőttek, vagy amelyben ők ö, élték a mindennapjaikat. Hogyha a pánkokat nézzük, akkor nyilván Nagy-Britannia ugrik be a legtöbb ember fejébe, nem csak a szegény második Erzsébet királynő, hanem Margaret Thatcher, aki a vaslédi volt, egy nagyon híres miniszterelnök asszonya volt Nagy-Britanniának házi feladat, aki nem ismeri, nézzen utána. Ők mind a ketten azért rengeteg kritikát kaptak, de nagyon sok olyan pánk dal volt, amelyben a kritikus hangvétel mellett építő jellegű kritikát is föl lehetett fedezni, ez mindenképpen dicséretes. Tehát nekem körülbelül ennyi volt a kapcsolatom a pánkkal, a punk stílussal, és ezt a zenét én igazán sosem hallgattam, csak gyermekkoromból maradtak impresszióim. Aztán, hogy hogy történt mégis, hogy az én birtokomba került Vivian Westwoodtól a budoár. Most gondolkodtam, hogy először Vivian Westwoodról meséljek -e nektek, vagy a parfüm történetéről, de ha már sztorizgatásnál tartunk, akkor elmesélem ennek a történetet, hogy hogy került hozzám. Az egyik nagy országos drogéria hálózat egyik üzletében, ennél bonyolultabban már nem tudom kifejezni magam, embetűs, embetűs, bolyongtam, és összetalálkoztam egy nagyon kedves ismerősömmel, ott elkezdtünk beszélgetni a parfümökről, mind a ketten teljesen a parfümök rabjai vagyunk, gyakorlatilag élünk, halunk a parfümökért, a jó illatokért, és én ajánlottam neki, mert azt láttam, hogy kiárosítás alatt van a budoár, kettő darab van már csak összesen belőle, plusz a teszter, és hát bevallom őszintén, az ezt megelőző hetekben én nagyon sokszor pöttyintettem a teszterből, és már elindultam a kassa felé az egyik budoárral, de aztán, á nem, visszateszem, majd legközelebb, legközelebb. Az ismerősöm beleszeretett, tehát ő a kettőből, a megvásárolható kettőből egyet már el is vitt. És itt következett egy másfél hónapos, másfél hónapos tébojda gyakorlatilag, mert én ilyen tíz naponta, két hetente bementem, és ellenőriztem, hogy az az egy darab megvan-e még, és gondolkodtam, agyaltam. Aztán már, amikor az édesanyám és a férjem is azt mondták, hogy annyira kellemes ez az illat a csuklóma, miért nem veszem meg, rettegő vártam a következő napot, be tudjak menni, és vajon le tudok-e csapni erre az illatra, vagy valaki már megtette helyettem, de jelentem, nagyon nagy szerencsém volt, és ö, ahhoz képest, hogy most milyen árakon látom ezt a parfümöt, ez valóban egy jó döntés volt, így már duplán is, mert nem csak az egyik legkedvesebb illatom lett, hanem az ára is gyakorlatilag a csillagos ég, tehát nem is értem. És én akkor kezdtem el igazán Vivian Westwooddal foglalkozni, vagy behatóbban tanulmányozni, ez is egy jó pár évvel ezelőtt volt, amikor erre a pólóra szertettem újabb történet következik, úgy látszik ez ma a történetek videója. Egy használt ruha üzletbe tévedtem be, ahol rengeteg póló volt felakasztva, nagyon szépen legalább színek szerint le voltak válogatva, és valamire fehéreket én meg sem akartam nézni. De ezt kihúztam, és egy nagyon vicces, nem tudom, Marie Antoinette, nem tudom ki lehet pontosan, tehát egy francia úri hölgy van a pólón, és hát látható, hogy a keblei helyén két bohóc orr díszeleg hát mondom, ez egy őrület, nekem ez kell, még hogy egy picit nagy is rám, nagyon jó kis kényelmes póló, és a, meg se néztem, megmondom őszintén a, a címkéjét. Aztán van, amikor behatóban tanulmányoztam nyilván mosás előtt, akkor láttam, hogy Vivian Westwood, Comic Relief. A Comic Relief nekem ismerős, Vivian Westwood pedig különösképpen ismerős. Hát így szépen összetettem, hogy Vivian Westwood a, a, a pánkvilág nagyasszonya, többek között. Nagyon ö, kedves és jótékony természetű is volt, tehát mindig igyekezett jó célokhoz adni a nevét, akár adománygyűjtésről volt szó, akár valamilyen társadalmi összefogásról volt szó, és a Comic Relief pont ilyen. Ez egy Nagy-Britániában, a 80-as években alapított szervezet, akik a világ szegénységét próbálják meg, hát ha nem is eltüntetni, de redukálni, vagy csökkenteni, vagy megpróbálni segíteni azoknak a nagyon-nagyon hátrányos helyzetben lévő gyermekeknek, vagy szegényebb országoknak. És egy ilyen kezdeményezés a Bohóc Or Magyarországon inkább egy másfajta jótékonysági szervezet, ez a Red Nose, tehát ez a piros or, inkább akkor így mondanám, ez a Red Nose Day, ez szintén Nagy-Britániában nagy múltra tekint vissza, adomány gyűjtenek, telefonos adománygyűjtés folyik, és például az első ilyen kezdeményezéskor, ha jól emlékszem, 15 millió angol fontot gyűjtöttek össze, azért az már egy nagyon-nagyon szép összefogás. És természetesen ez a Red Nose Day kiadta a saját pólói, azokkal a tervezőkkel, akik szívesen odálltak a jó úgy mellé, és ez speciál Vivian Westwood kezenyomát dicséri. Na, nagyjából ennyi a történet a pánkokkal, a budoárral kapcsolatban, illetve ezzel a pólóval, és aztán jött a december 29-e, tehát a tavalyi esztendő december 29-éje, amikor is olvastam én is a hírt, hogy elhunyt a divatvilág nagyasszonya Vivian Westwood. Nyilván azóta rengeteget olvastam róla, és mindig felnéztem rá, és nagyon tiszteltem, úgyhogy nem akarom, hogy ez a videó egy rossz kedvű, nekrológgá fajuljon, inkább beszéljünk úgy róla, hiszen nagyon hosszú életet, viszonylag nagyon hosszú életet élt, rengeteg olyan dolgot cselekedett, rengeteg olyan ö, ö, újítása volt, amely azt gondolom, hogy maradandó, tehát és ő is azt szeretné, én legalábbis úgy gondolom, hogy ö, mosoljal az arcunkon, és állás szívvel gondoljunk rá, és beszéljünk róla, és még miatt a Budoáról néhány szót mesélek nektek, meg egy másik kis parfüméről amelyet a, a parfüm gardróbomból elő horgáztam, előhaláztam, azért néhány szóban összefoglalnám, hogy azon kívül, hogy ő volt a divatvilág nagyasszonya és a pánkok nagyasszonya, ki volt Vivian Westwood, a második férjétől különben, ez egy külön videót megérdemel, a második férjétől született gyermeke alapította az agent Provocateur céget, úgyhogy ő is a divatvilágában maradt, az a cég először fehérneműket, luxus fehérneműket kezdett gyártani, tervezni, majd megjelentek a csodálatos illatok, és szerintem igenis ebben az esetben elmondható, hogy nem esett messze az almafájától. De hogy hogy lett a divatvilág és a pánkvilág, vagy a, hát nem is tudom, most ezt a punk szót annyiszor használtam már, valami jobbat szeretnék erre kitalálni, tehát az újító, haladó és nagyon jó értelemben vett Rebellis szellemből, hogy lett Vivian Westwood ekkora hatalmas tervező zseni? Hát egyrészt így született, másrészt a második férje, Malcolm McLaren, akivel közösen álmodták meg, hogy nyitnak -e egy divatüzletet, egy butikot, Ennek rengeteg neve volt, volt itt Let It Rock, volt Too Young to Live, Too, too Old, nem, Too Old to Live, Too Young to Die, már én sem tudom pontosan, Hú, szexis volt, Words End, aztán utána természetesen ö, megszületett a a divatmárka, ahol Vivienne Westwood elkezdte árulni a saját kreációit, és természetesen a divatvilág szinte összes meghatározó egyénisége és a punkvilág, illetve a rockvilág összes meghatározó egyénisége előszeretettel kopogtatott be ennek a butiknak az ajtaját, nem csak a Sex Pistols együttes, akit történetesen Vivian Westwood második férje fedezett föl, tehát ő volt a későbbi menedzserük, és Johnny Rotten is ő fedezte fel, de Billy Idol is Vivian Westwood ruhákat viselt, sőt, még Alice Cooper is, Viszont a tervező zseni a pénzügyi dolgokban kevésbé volt, úgy látszik, fifikás és raffinált, ugyanis a rossz nyelvek azt plegykálják, hogy volt különböző üzleti kapcsolata és terve is, például Madonnával vagy Ármánival, de valamilyen úton, módon ő ezt elpuskázta, elrontotta. Egyrészt a rossz üzleti döntéseinek köszönhetően, meg hát ő sem volt azért szerintem egy egyszerű természet, de a divat bemutatóin ott lelkesedtek az akkori ifjú titánok, és elámulva nézték Vivienne Westwood ruhakreációit a kifutón, például az ifjú Alexander McQueen, aki már szintén nincs közöttünk, vagy Johnny Galliano, tehát hogy őt már tényleg egészen fiatal korában is elismerték, de generációk nőttek föl az ő művészetén és a tervein, és én is nagyon kedvelem Vivienne Westwood munkásságát. És most térjünk rá erre a két parfümre, Hát sajnos csak azért ez a kettő, mert még az anglománia, mondjuk, amit nagyon-nagyon szeretnék beszerezni, mert az a fajta stílus volt a kedvencet, ő maga is ezt mondta, hogy az anglománia volt az ő igazi gyermeke, de mindig valamire fölhúzta a divat bemutatóit, vagy az új kollekcióit, tehát volt már téma nála a feminizmus, Perut is elővette, vagy a portugálokat, nem tudom, tehát történelmi témákat feszegetett, aktuálpolitikai témákat feszegetett, aki tudja pontosan, hogy milyen témákat kalózok például, aki tudja pontosan és bővebben, az nyugodtan írja meg okulásként, majd a kommentben. Az anglománia tehát még nincs meg, de ami késik, az nem múlik, vagy múlik, ahogy én szoktam fogalmazni. De akkor jöjjön először a Budoár, aminek a beszerzését már jelmeséltem nektek. Hát először is ugye a tipikus Vivian Westwood logót láthatjuk, tehát az országalmaszerű, valamit a keresztel, fantasztikus szerintem, tényleg szemegyönyörköthető maga az üveg is, és az az illat. Tehát, ö, én egy teljesen más illatra számítottam volna, ha nem néztem volna már meg a Budoárnak az illatpiramisát. De az, hogy anarchia van, ö, szembehelyezkedés van a társadalmi klisékkel, a mindenkori hatalommal, és pánkok vagyunk, és hú, és előre egy teljesen más illatot képzeltem el. Hát ez tisztelt bíróság, egy ultranőies, gyönyörű illat, és kifejezetten szerintem erotikus illat is. 1998-as Martin Grass volt az alkotója, az aldehides illatokat talán már említettem nektek többször is, nagyon szeretem de az orrisztól, a nárcisztól, a jázmintól, a fűszeres jegyektől, a dohánylevéltől, narancsviráktól, egy ilyen buja, tényleg erotikus és nőies illat kerekedik belőle, a budoár szerintem tökéletes elnevezés. Tehát olyan, mint egy elegáns, nagyon-nagyon csinos vonzó hölgynek a budoárja, amelyel, mint a mély királynő a kaptárhoz, ő is oda csalogatja gyakorlatilag a kis Méhecskéket. A férjem kiment a helyiségből. Előszeretettel viseli különben ezt az illatot. Ditafont Tíz is az egyik kedvenc illattaként nevezte meg. Én azt gondolom, hogy korszakalkotó, négy évszakos és rettenetesen tartós, akinek esetleg még van belőle otthon. Elne adja, el ne kótya mert tényleg az ára most az egekben van, és nagyon-nagyon szép illat. Én nem nagyon látok benne olyan összetevőt, ami igazán romlékony lenne, úgyhogy attól nem kell tartani 5-10 év múlva esetleg megromlik. Én mindenképpen arra buzdítalak benneteket, hogyha nem ismeritek, akkor szerezetek bele egy 2 milliset legalább, vagy egy 5 milliset. akinek meg van üveges, az mint a Szent Grálra úgy tekintsen, és alkalomattán azért használgassa is. És egy másik Martin Grász illat is itt van nálam, szintén természetesen Vivian Westwood illatszéktől, vagy hát márkától, akkor inkább így mondanám, ami nem más, mint a Libertin. Hát ugye ez is megint a szabadság, hogy de itt is az ember egy másfajta illatot képzel el, ez már 2000-es, tehát egy picit ki két évvel később született. Van benne ananász, pasjógyümölcs, rózsa, gyöngyvirág, tölgymoha, Labdánom. Ez egy ö, kicsit ilyen sípr illat, ö, egy Montára engem speciál emlékeztet. Én értem, hogy miért kapta ezt a nevet, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez is egy kifinomult nőnek az illata. Tehát mind a Budoár, mind a Libertén nem tudom elképzelni, hogy spárga trikóban széttépett, nem tudom, necharisnyával és zöldre meg lilára festett kakastaréja a fejemen ezeket viseljen, bár mondjuk egy érdekes kontraszt lenne, hogy őszinte legyek, tehát lehet azért ezzel játszani, hogy az embernek van egy ilyen nagyon feltűnő és hát fogalmazzunk úgy megosztó outfitje, tehát öltözéke, meg mondjuk egy olyan sminkje, akkor választ hozzá egy olyan illatot, amely szöges ellentetje annak, amit sugározni szeretne magáról. De ez is könnyű, tartós, finom, és a pasió gyümölcstől és az ananásztól kap egy ilyen pici frissességet, egy kis bájt. ugyanez a kupak, csak ez ezüst színű. Ö, azt kell, hogy mondjam, hogy egyre jobban szeretem Vivian Westwoodot. Most, hogy még többet olvastam róla, ö, még többet tanulmányoztam, úgyhogy nem maradt más hátra, csak annyi az elköszönésen kívül, hogy a parfüm gardróbomat Vivian Westwood illatokkal még azért meg kell töltenem, nem csak az anglomániára gondolok itt, hanem még azért van egy-két csemege, amelyet kinéztem magamnak, úgyhogy ha azokat is be tudtam szerezni és tesztelni, tudtam, akkor azért meg, megígérem nektek, hogyha nem is egy külön videóval, de ö, valamilyen formában azért referálok majd el, erről is. Na jó! Hát ennyi volt. Úgy érzem Vivian Westwood, és az ő munkásságából ez a két kis gyöngyszem, aki még esetleg nem tette meg, az most ne legyen punk, és ne legyen anarchista, vagy pont legyen az, nyomjon egy lájkot, like és iratkozzon fel a csatornámra, és a következő találkozásunkig is. Mit szoktam ilyenkor mondani? Vigyázzatok nagyon magatokra, és egymásra is. Millió csók, ölelke, piszi -puszi, és hát, ahogy a punk not dead, így Vivian Westwood öröksége is azt gondol örök érvényben itt marad velünk. Remélem, hogy élveztétek. Csóközön, fájront! Fufuka. Hoppá. Óvatosan. Csak nekem szokták ellopni mindig a fufukát? Csak És akkor észreveszem, akkor gyorsan visszacsempészik. Isten óvja a királynőt.